6 új bajnokot avattak a 94. Papp László felnőtt férfi országos ökölvívó bajnokságon. Az újpesti Halasi Olivier sportcsarnokban rendezett megmérettetésen 16 klubból kerültek ki a döntősök, akik között ott volt az NVSC Big Boxing versenyzője is. A 64 kg-osak között Kovács Lihár menetelt a fináléig, ha csupán az eredményeket nézzük, akkor viszonylag könnyedén. Két összecsapását ugyanis egyhangú pontozással 5-0-ra nyerte Dévényi Dominik és Szárcia Nikola ellen, míg Novák Ádám feladta a küzdelmet. Összességében azért a négyből három mérkőzés az elég komoly volt, színvonalban is, illetve iramban is. Tehát az első mérkőzésén is egy nagyon jó ellenfelet kapott. A második az ugye az feladás volt, aztán az elődöntőben szintén egy KSS versenyző, akivel komoly három menetet boxoltak. A döntőben aztán a tavalyi bajnok Fodor Milán várt Ricsire. A két ökölvívó edzésen már kesztyűzött egymással, azonban téttel bíró meccsen először léptek egymás ellen szorítóba. A két bunyós összecsapása végül látványos, igazi harcos küzdelmet hozott. Azt tudtuk a Milánról, hogy nagyon jó állóképességgel rendelkezik, sokat üt, szereti a közelharcot, annak ellenére, hogy kicsivel magasabb, mint Ricsi, de közelről érzi jól magát, és rengeteg felütést öli a testet, ahogy mondani szokták. Hát az volt a taktika, hogy minél kevesebbet megállni lábon, kívülről beleverni, elmozogni, ha jön, leforgatni, megfogadni. Az első menet az tökéletesen így alakult, a második menetben már azért Ricsi is megállt egy kicsit adokkapokba, és onnantól kezdve nagyon látványos lett a mérkőzés. Szerencsére neki voltak a sokkal tisztább és hatásosabb, hatékonyabb ütései, és úgy gondolom, hogy ezzel tudott nyerni. Kovács Rihád tavaly egy csúcscsoporttal lentebb ezüstérmet szerzett, idén azonban számos nemzetközi mérkőzéssel és jó eredménnyel a háta mögött mindenképp az arany volt számára a cél. Megmondom őszintén, én nagyon bíztam ebbe a győzelembe, és ugye négy napos volt ez a verseny, mind a négy nap kellett küzdenem. Én a döntőt éreztem a legjobb mérkőzésnek, de hál' Istennek meg tudtam oldani egy jó taktikával, amit a közösen az edzőmmel Nagy Lajossal megbeszéltünk. Így nagyon örülök ennek a győzelemnek, meg valamilyen szinten úgy érzem, hogy ezt ennyi nemzetközi verseny után ez az év igen sűrű volt, úgy mondva, és ezt valamilyen szinten kötelességnek éreztem ezt a országos bajnokságot hozni. Ricsi így sikerrel búcsúzik az amúgy is eredményes évtől, most pedig rövid szünetet követően másfajta kihívás áll előtte, ugyanis az egyetemen kell a vizsgákon helyt állnia.